Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban egy flörtöt jöttünk levideózni. Méghozzá azért, mert ugye a múlt héten volt egy videóm azzal kapcsolatban, hogy azért erős problémák vannak itt a 100A vonalon, és hát meg is indultak mindenféle tiltakozások az ügyben, hogy itt valamit azért kezdjenek a dologgal, mármint az utasok részéről. Én azt gondolom, hogy azért azt ki lehet jelenteni, hogy jogosak voltak, és jogosak a mai napig ezek a problémák, hiszen ezek még azért nem oldódtak meg. Ugye elmondtam abban a videóban is, hogy leginkább a mozdonyhiba és a biztosító berendezés hibája okozza a legtöbb késést ezen a vonalon, és hát ebben a leggyorsabban ott tudtak változtatni a MÁV oldaláról, hogy legalább a mozdonyokon segítettek úgymond olyan formában, hogy beállítottak a vonalra, nem teljes körűen, de van a vonalon flirt motorvonat. Ami azért egy óriási pozitívum szerintem, tehát mind utas komfortban egy hatalmas változás, mind pedig olyan szempontból is, hogy azért jóval ritkábban robbannak ezek a motorvonatok le, hiszen ezek azért még viszonylag új motorvonatok. Úgyhogy egy ilyet fogunk most megnézni, igazából az S50-esen van ez a flirt most, ami fog érkezni majd Monor irányából, és amit tudni kell egyébként, hogy ezen a vonalon, jobban mondom az S50-esen, a hétvégenként volt eddig csak flirt, tehát hétköznap abszolút nem közlekedtek flirt motorvonatok ezen a viszonylaton. Helyettük ilyen szép fecskékkel lehetett utazni, meg lehet is egyébként, mert hogy azért megmaradtak, mint mondtam, tehát nem teljes körű a lecserélés, de azért egy óriási segítség szerintem az, hogy beálltak ezek a motorvonatok itt a szolgálatba. Az egy másik kérdés, és az egyébként még nem sikerült kiderítenem, hogy konkrétan ezek a motorvonatok viszont honnan tűntek el, hiszen eddig ezért nem voltak, vagy azért nem voltak itt flörtök, mert hogy nem volt rá kapacitás, tehát valahonnan ezeket el kellett venni, úgyhogy ezt még nem tudom, de ha megtudom, akkor mindenképpen csinálok róla a videót, illetve valószínűleg akkor oda bekerült helyettük valami, és akkor azt meglevideózzuk. Nem tudom, igazából ennek még tényleg nem jártam utána, de utána fogok mindenképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút egy pozitív lépés volt ez a MÁV részéről. Nyilván a legkönnyebb lépés is valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy egy kezdőlökést mindenképpen megadott a két fél kicsit közelebb kerüléséhez. És szerintem ez egy pozitív dolog. Aztán természetesen majd jönnek a kisszek, és azért a biztosító berendezésekkel is a jövőben kezdenek olyan formában, hogy karbantartják, illetve megújítják ezeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 100A vonal így előre láthatólag egy ilyen 1-1.5 éven belül azért helyre fog állni, de szerintem azért még kell egy kis türelem, viszont mindenképpen egy pozitív kezdőlökés volt ez. Teddig flirt motorvonatok itt Kőbánya-Kispesten, hétköznapokban, csak itt a székesfehérvári vonalon voltak megtalálhatóak, ugye most a székesfehérvári, illetve a martonvásári kirohanósok azok innen Kőbánya-Kispestről indulnak, ugye Kelenföld útirányon át. Thank you.